Üdvözöllek benneteket, én Péter vagyok az Erdélyi Túráktól, és ebben a kis filmemben 10 fantasztikus, hihetetlen helyre kalauzollak el benneteket. Legelső célpont a kopasz Detunáta, ami azért is kapta a nevét, mert ugye a bazalt sziklá képződményeken nem nőnek fák. Tartsatok velem máskor is a kis filmjeimben, és ne felejtsetek el ide feliratkozni a YouTube csatornámra, hiszen én csodálatos helyeket szeretnék bemutatni, mutatok be a filmjeimben Erdélyről. A Detunátákat Fehér megyébe találjuk, Búcsony nevű község közelében, egy közepesen nehéz túrával, megközelíthető, bő fél óra alatt attól a helytől, ahol lerakod az autódat parkolni. Következő célpontunk a Transalpina, a Urdele hágó, ahol ez a út egészen 2145 méter magasságig fut fel. Érdemes elmenni nyári időszakba, nem olyan túl zsúfolt, mint a Transfogarasi út. Kárpátok legmagasabb vízesését az ismeretlen Goggyán-hegységben találjátok, ami el van dugva a Retyezát mögé. A Kurta vízesés, aminek én adtam a nevét, románul egyébként Cascadas Curtele, 293 méter magasságból zúdul le, természetesen ez egy több lépcsős vízesés. Dévától Nagyszeben felé medett, nagyon sokaknak fel tűnik bal oldalt egy különös alakzat, vörös alakzat, vörös árok a becsületes neve. Ezt Szászvárosnál lehet megtalálni. Érdemes megállni, letérni az autópályáról, hiszen ez a löszös képződmény, amit az erózió alakított ilyenné, vetekedhet akár a Grand Canyonnal, vagy a jordánői Petrával is. Irányi a nyugati Kárpátok, az Erdélyi Szigethegység, azon belül a Bihar hegység, ahol a Pádis fennsíkhoz tartozó fantasztikus, nem is tudom minek nevezzem, képződményt találhatunk, amit bő 100 évvel ezelőtt fedeztek fel csak. A csodavár tulajdonképpen három zsomboly vagy dolina, amiben egy hatalmas barlang is található, a portál, aminek 72 méter magas a nyílása, barlangon belül pedig még tavakat is találhatunk, összesen 11 tavat. Érdemes felkeresni, ez az erdélyi szigethegység az Apuseni jelképe.
Herkules fürdőtől nem olyan messzire a Cserna völgyébe találjuk a szeles vízesést, ami körülbelül olyan 60 méter magasságból zúdul alá, ez is egy több lépcsős vízesés. Tavasszal bővíz, amikor bővízű a vízesés, szinte direkt zúdul alá a mélybe. A vízesés mögé, a vízesésnek az adja a különlegességét, hogy be lehet állni mögé, körülbelül olyan 12-15 méterre is a sziklák tövében. Bánságban Oravica és Anina között, Stájerlak Anina pontosabban, még mindig jár egy vonat, ami turistákat szállít, hiszen ez a Kárpátok legszebb és leglátványosabb vízesése. Én azt ajánlom, hogy mindenki menjen el, próbálja ki, de ne csak vonatozzon, hanem nézze meg a vonatnak a pályáját, tehát ne a vonaton ülve, hanem kísérje egy kicsit az vonatot autóval, és fantasztikus hidakat, alagutakat találhat. Hegység nem csak Torockóból, Torockó-Szentgyörgyből és a Székelykőből áll, hanem itt találhatunk például a remetei sziklaszorost is, ahol ha átjutsz a pokol kapuján, félelmetesen szűk szurdokban tudsz egy izgalmas pataktúrát tenni. Békás szorosban található Békás patak egyik fő mellékága a Kis Békás patak, ami elképesztő gyönyörű szurdok völgyeken keresztül keresi az útját a Békás patak felé. Érdemes felkeresni ezt a helyet is, hiszen itt még a természet érintetlen, nem találunk itt milliónyi turistát, mint a Békás szorosban. Bihari hegyekben találhatjuk a rozsda szakadékot, ami nevéhez méltóan rozsda színű. Hát ez talán ugye a föld, a kőzet vastartalmának köszönheti, de bő száz évvel ezelőtt alakult ki ez a szurdok völgy, ami méltán Erdély egyik legizgalmasabb és leghihetetlenebb
helyén közé kell sorolnunk. Hát, hogyha nem hiszi el a kedves néző, menjen el és nézze meg, tekintsen le a félelmetes szakadék mélyére, vagy megközelítheti ezt a suvadást a szakadék mélyén is keresztül akár. Ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter. Az erdélyi túrák. Köszönjük!